Éppen a kárpátaljai kokasbanda húzza a talpalávalót a megyei értéktalálkozón Tuzséron. A település már második alkalommal adott otthont ennek a rendezvénynek. Főzőverseny és hagyományőrző programok várják ilyenkor a látogatókat. Az esős idő ellenére a tavalyi találkozóhoz képest idén többen érkeztek a Lónyai kastélyhoz. Nagyon sok civil szervezet működik, hál' Istennek, a településen, illetve a település földrajzi fekvése miatt nagyon sok cég és vállalat települt ide a rendszerváltás környékén, úgyhogy most ők is részt vettek a rendezvényen. Rekordszámú főzőcsapat, azt hiszem 20 csapat vett ma részt. A megnyitón Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője elmondta, Tuzsér mindig különleges helyszíne az értéktalálkozónak. A Tuzsér, akkor mindenkinek eszébe jut az alma, ami szintén a Lónyai családnak köszönhetően honosodott meg a településen, és hát természetesen eszünkbe jut az almából készült finom almapálinka is, ami tényleg a tuzséri főzde révén azért különlegesen ismert lett az országban. És az uzsiri emberek ragaszkodása az mindig tetten érhető és kézzelfogható a Lónyai család iránt. Nyilván ugye ennek az az oka, hogy a grófnőt nagyon szerették, és a falu érzi azt, a település, a nagyközség érzi azt tökéletesen, hogy mit köszönhettek a Lónyai családnak. És ezért jó itt lenni. A színpadi programok mellett kiállítás is várta a közönséget. A Tuzsér községért közalapítvány a Lónyai 200 emlékév keretében rendezett tárlatot a kastély udvarán. Azért gondoltuk, hogy mi megjelenhetünk itt, mert ugye a Lónyai kastély, mögöttünk lévő Lónyai kastély, illetve a gróf Lónyai mennyi személye a megyei értéktárnak a része. Tehát úgy gondoltuk, hogy a megyei identitásban egyértelműen szerepe van Lónyai menhértnek, ugye ezt igazolta az is, hogy bekerültek a megyei értéktárba, és ugye itt egy mini kiállítással tudunk úgymond kedveskedni a látogatóknak, amelyeket ugye különböző magángyűjteményekből, közintézményekből, közgyűjteményekből kaptunk, illetve arra gondoltunk, ugye, hogy a Lónyai 200 emlékév rövidgó alkalom arra, hogy a Lónyai kastély, a tuzséri Lónyai kastély esetleg későbbiek folyamán egy Lónyai örökségközpontot tudjon válni, és hogy ezt a örökségközpontot természetesen meg kell tölteni tartalommal, és a Lónyai emlékév arra nagyon jó, hogy felkutassuk, begyűjtsük azokat a családhoz köthető relikviákat, amelyek még felelhetőek, amelyeket már később be tudunk mutatni a közönségnek. A térség hagyományait számos helyi civil szervezet őrzi. Többek között az Aranyalma Nyugdíjas Klub, melynek egyik tagja nem csak a szellemi, hanem a tárgyi örökséget is ápolja Tuzséron. Munkái a község több intézményében is láthatók. Igen, ismerik a munkáimat, és fel is kérnek. A tájházban a függönyöket, terítőket én készítettem el, aztán a templomba, karzatra abroszokat készítettem, meg csikokat, aztán a gyülekezőteremben a függönyöket én horgoltam, ahol tudok, segítek, csinálom. Ha felkérnek, szívesen megcsinálom. Az országos hírű tuzséri értékek őrzésében a Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület is élen jár. Nekik köszönhető, hogy a Szabolcs aranya, a tuzséri Jonatán alma a közeljövőben hungarikummá válhat.